Misi testvér, a Szent Pál Marista általános iskola tagja arról számol be stábunknak, hogy milyen módon történik az iskolában az első áldozás. Mint megtudtuk, a negyedik osztályos tanulók vesznek részt ebben. Hetente három hittan órájuk van azoknak a gyermekeknek, akik erre az eseményre készülnek. Idén a negyedik osztályosok közel fele első áldozó lett. Nálunk az a szokás, hogy a negyedikeseknél van az első áldozás, általában más iskolában vagy plébániában az a harmadikosoknál van, nálunk a negyedikesekkel, és akkor mi hetente két hittán óra van, de az ezekkel az elsaldozó gyerekekkel még egy plusz óra van, erre az eseményre készülünk, és igazán nincs semmi különös, jelentkezik, aki ki szeretne első lenni, ebben esetben például volt körülbelül majdnem a fele, mondjuk 40 százaléka, és, és, és volt három gyerek, és sikerült most vasárnap első tenni velük. Elvileg, vagy eredetileg mentünk volna a eukarisztikus világ eh, mentünk volna szeptemberben, de ez elmaradt, és akkor most eh, csináltunk októberben, pedig ez általánosan szokta csinálni húsvétkor, eh, május, júniusban. Úgy érzem, hogy vannak gyerekek, akik nagyon komolyan, nagyon mélyen, eh, mondani, hogy hívő, eh, én is talu, tanulok tőlük, mert én mondom neki, ez az első áldozás, ez az a lényeg, hogy Jézus legyen közelebb hozzá, vagy te úgy érzed, hogy ő a te barátod, és szeretet őt. De vannak gyerekek, akik megmondom szintén, nem tudom, mi van. Szóval nehéz tudni, mi van a szívükben, mert mert ő se értik teljesen, mi az a első áldozás lényege. A szülők ilyenkor mennyire partnerek ebben, nyilván egy ilyen alkalomra nekik is kell készülni, megkészíteni a gyerekeket. Misi testvér, ahogyan elmondta, a szülők partnerei és támogatói ebben az eseményben. Minden ebben a, 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 találkozom a szülőkkel, és beszélünk erről az eseményről, hogy tamogassák -e a gyerekeket, nem csak hogy megengedi, hogy legyen, hanem komolyan érdeklődjenek, hogy mit csinálnak, ide, mivel a keszülés kicsit elmaradt, mert volt a koronavírus, akkor igazán nem tudtam találkozni a szülőkkel, de a végén, hogy mondjam, jó meglepetés volt, mondjuk így, mert minden szülő jött, ami lehet mondani, hogy eddig sokszor, meg a szülők se jöttek misére, pedig én azt gondolom, hogy ez természetesen hogy természetes dolog, hogy a, a szülők jönnek megnézni és részt venni az első, a gyerekei első aldozásban, És ide mindenki jött, és nem csak a szülők, hanem több e, rokona is jött. És nagyon örülök. Igen. Úgy néz ki, hogy e, nem tudom, talán a, a jó mm, benyomás miatt vagy. Szóval én azt gondolom, hogy jövőre még több gyerek lesz egy jelenkező, aki első, áldozás, első áldozó akar lenni. Ahogyan a testvér elmondta, bízik abban, hogy jövőre még több tanuló vesz részt majd a negyedikesek közül az első áldozás meghitt pillanatain.